Sziasztok, én Vörös Zoárd vagyok, a Bajotikus a Fitness nagykövete, és itt van velem Németh Sanyi, termékspecialista. És ebben a videóban ismét a Google keresőjében leggyakrabban feltett vitaminokkal kapcsolatos kérdéseket fogjuk közösen megválaszolni. Így van. Sőt, egyébként nem csak a Google keresések, hanem a szakértő válaszolra beérkező kérdések. Most megvan a párhuzamosság, hiszen azért valljuk be, már ránéztem ezekre a kérdésekre, hogy rákészüljünk a videóra. Hogyha nem láttátok az előző részt, akkor mindenképpen pótoljátok be és nézzétek meg azt is. Nagyon hasznos. Az első kérdés, milyen készítményeket érdemes kúraszerűen alkalmazni? Igen, kimondhatjuk, hogy a multivitaminok azok, amik rendszeresen szedhetők, és amiket inkább kúraszerűen vagy ciklikusan ajánlunk, azok a terméktípusok, amelyek egészséges sportműködés támogató, illetve a hormonális aktivitás, egészséges hormonális működés támogató készítmények, sőt, még ide sorolhatók a kódis tartalmú készítmények is, amik 50-60 év alatt a korosztálynak inkább ilyen ciklikus alkalmazást javasolják. Egy elég alapvetőnek mondható kérdés, amire szerintem sokan kíváncsiak, melyik a jobb, a multivitamin szelek, vagy ha külön-külön fogyasztom az egyes vitaminokat? Igen, ez valóban jellemző kérdés, hogy azért is kérdés, hogy nem tudom. Ezért mondtam, hogy az? Igen, a multivitamin meg az egy hatóanyagos termékek közötti fő különbség, hát nyilván az, hogy amikor egy termékben benne van legalább 10-12 vitamin, és mondjuk 7-10, vagy akár még ennél is több ásványanyag, az egy komplexitást mutat, de természetesen egy monokomponenses termékekből összeválogatott vitamin csomag, az is személyre szabható, tehát valóban personalizált, akár magasabb dózist is adhat, sőt, ha valakinek bizonyos vitaminokból vagy ásványokból magasabb dózisra van szükség, akkor itt is ezeket után követhetjük. De valljuk be, ezért akár 10 vagy még annál is több tablettát is kapszulát jelentene naponta csak a vitamin ásványok pótlásra. Valakinek szükség lehet erre, és sportolóknál például, de egy multivitaminnek az óriási előny az pont az, hogy ezeket a vitaminokat, ásványokat leegyszerűsítve egy tablettában sokkal jobb árértékkel tudja megoldani, vagy akár mondjuk nem egy tablettában, hanem napi két tablettában, de leegyszerűsítve kapjuk meg egyszerűbben. És így egy általános igényhez akár még jobban is passzol. Még a multivitaminokhoz kapcsolódóan mit kell figyelni a multivitamin összetételénél? Igen. Hát egyébként az előbbi választom, hogy kicsit már kéleztem is, ha van ilyen kifejlő. Nincs? Ilyen amúgy, de mindegy. Mondjuk, hogy van. Ugye, talán inkább egy definíciót mondanék, hogy mit nevezünk multivitaminnak, vagy legalábbis mi elképzelésünk szerint a multivitamin. Ugye az az a infektkiegészítő termék, hogy vitamin és ásványokat tartalmaz, méghozzá legalább 10 féle vitamin és legalább 6 féle ásványanyagot. Hogyha ezek megvannak, akkor az egy multivitamin kategóriai termék. Ez még nem jelenti azt egyébként, hogy nem lehet ezeket kiegészíteni más vitaminokkal, vagy ásványanyagokkal, vagy akár eszenciális zsírsavakkal, sőt, ezeket szoktuk is ajánlani egyébként igény szerint, meg céltól függően. Hány éves kortól lehet fogyasztani a multivitaminokat, ásványanyag készítményeket? Általánosan nincsen ez így termékekre ráírva. Ez is inkább egy tapasztalat, meg a vásárlói visszajelzések együttese. Valamint azt szoktuk mondani, hogy 12 éves korból a multivitamin termékeny alkalmazható. Persze itt is javaslanak példákat mondani, hogy például a multivitamin for men, women inkább 18 éves kortól ajánlott, de például van a D-termék, mint 12 éves kortól alkalmazható. Egyébként feleződésre van ellátva, tehát könnyen eltűnhet, hogyha valakinek gondja, hogy a tablettát lenyelje, fél tablettát kell, illetve kétféle tablettát kell lenyelni. Gyerekeknek dedikált termékünk nincsen, de például a vitamin komplex, vagy a multivitamin pezsgő tabletta, az a 8 éves kortól már nyugodtan alkalmazható szerető. Miért van tömegnövelő a vitaminokban? Van tömegnövelő a vitaminokban. Van tömegnövelő? Adjátok a C-vitamin! Nincs így a tömegnövelő szer van, ez egy adalékanyag, egy cellulóz gél alapú, és ez a tabletta súlyának a elérését segíti, tehát a kitöltését a tabletta letöredezze össze, de semmi köze nincs a fehérje szénhidrátos tömegnövelőkhöz, hanem ez tényleg ez egy adalékanyag, úgyhogy ez
nem okoz tömeget. Vagy csak, hogyha nem okoz tömeg növelőt, akkor fagyasztója van. Kár. Utolsó kérdésünk ebben a részben. Hol találok vitamin szedési útmutatót? Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Nagyon egyszerűen a terméken, termék csomagolásra alkalmasan. Egyébként angol nyelvű a külső csomagolásunk, de multiléveres, tehát több nyelvű szinkény vannak. Van a sarkán, a hátulján a sarkán, a kecében a sarkán egy ilyen kis nyilacska, és ha felhúzunk, akkor több nyelven, akár 7-10 nyelven is olvasható, vagy magyarul is. De még egyszerűbb, hogy felhúzunk a weboldalra, és a termék leírásánál megkeressük a hogyan kell szedni blokkot és a WordPress-t. Köszönöm szépen a válaszokat, ennyi a vitaminokkal kapcsolatos gyakori kérdés fért bele ebbe a részbe. Úgy nézem, hogy még bőven van annyi kérdésünk, hogy még egy részt ebből össze tudjunk hozni, ebből a kis anyagból, tartalomból. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és pótoljátok be mindenképp az előző részt, hogyha hasonló kérdésekre szeretnétek választ hallani. Köszönöm szépen a segítséget, Sanyi. Ha van olyan kérdésének, ami nem a vitaminokkal kapcsolatos, vagy akár a vitaminokkal kapcsolatos, de más kérdések, azt is nyugodtan írjátok meg a szakértő válaszolva, és megválaszoljuk. Amennyiben pedig még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, akkor mindenképpen tegyétek meg azt is, és nyomjátok be a kis csengőt is, hogy ne maradjatok le a legfrissebb tartalmakról. Sziasztok! Biotekusa, the feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és látogass meg a weboldalunkat.